Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen az Anró épület díszítéstől. A mai videóban egy új falpanel családot fogunk nektek bemutatni. Ezek a falpanelek nagyon hasonlítanak a már bemutatott vallat falpanelekre, annyi különbséggel, hogy ezek nem cukornátrosból, hanem műanyagból készülnek. Nyilván a műanyag alapanyagnak számos előnye van a cukornátrossal szemben, hiszen ütésállóak, vízállóak, ezáltal könnyen tisztíthatóak, illetve maguk a minták sokkal magasabbak tudnak lenni, mint a másik típus esetén, ezáltal egy ledszalagos oldalvilágítás készítésénél sokkal mélyebb 3D-s hatást fogunk kapni tőlük. A lapok egyébként 50x50 cm méretűek, 1 mm vastagságúak, és jelenleg fehér és fekete színben érhetőek el, viszont a beszállítótól ígéretet kaptunk egy szürke színre is, tehát hamarosan valószínűleg szürkében is lehet kapni, viszont akinek ezek a színek nem tetszenek, természetesen vízbázisú festékkel tetszőleges színűre lehet őket festeni. A másik nagy előnye még ezeknek a lapoknak, hogy nagyon könnyűek. Tehát, hogyha valakinek esetleg könnyű szerkezetes gipszkarton álmennyezetet kell valamivel burkolnia, akkor ezeket nyugodt szívvel tudjuk ajánlani, el fogja bírni a mennyezet, nem fog leszakadni. Ezeknek az új műanyaglapoknak a beépítése teljesen megegyezik a vallat 3D falpanelek beépítésével, azokat már bemutattuk, majd lehet, hogy itt be is linkeljük azt a videót, hogy könnyen meg lehessen találni. Ugyanúgy kinyomópisztolyos akril ragasztóval, akár az oldalfalra, akár a mennyezetre könnyen felragaszthatóak. A vágásról nem beszéltünk még. Természetesen vághatóak a lapok, viszont otthoni eszközökkel ezeket a nagy 3D-s mintákat nagyon nehéz egyenesbe vágni. Nyilván egy asztali körfűrésszel egyenesbe lehet őket vágni, viszont az oldalain kialakuló nyílásokat nagyon nehéz a későbbiek folyamán szépen eldolgozni. Tehát én azt tudnám ajánlani, hogy vagy úgy tervezzünk, hogy egyáltalán ne is kelljen vágás, vagy úgy tervezzünk, hogy a vágások a sarokba essenek, és akkor a sarok el fogja takarni a vágott szélt. Tehát nem fogunk tudni utána belátni a falpanel oldalába. És mindezek után most lássuk a rendelkezésre álló mintákat.
Természetesen ezek a falpanelek is raktárról elérhetőek az Aró épület díszítés webáruházában www.arodiszlec.hu. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!